Ezek a felvételek a Szőlőskerti Általános Iskoláról készültek még augusztus elején. A Nyíregyháza Nyírszőlősi Intézményt hőszigetelték, ezzel is csökken majd az iskola fűtési költsége. A megyeszékhelyen többek között a Napsugár óvodán és a belvárosi Kodály Zoltán Általános Iskolán is végeztek felújításokat. Itt az Őzike bölcsődében is voltak munkálatok nyáron, többek között az 50 éves csempéket cserélték le, és falakat festettek az intézményben. Az idei évben három gondozási egységünk, amely 6 csoportszobát érint, valamint a hozzátartozó kiszolgáló egységek, a fürdőszobák, a babakocsitárolók, valamint a bejáratnak a felújítása is megtörtént. A gondozási egységekben, a csoportszobánkban a felújítások takarták szintén a fűtésnek az átalakítását, valamint a padlózat cseréjét, a beépített szekrényeknek a felújítását, festését, és a további munkálatokat pedig az intézmény dolgozói végezték el, hogy a dekorációk és a biztos környezet és a változatok környezetet tudják biztosítani a gyerekek részére. A 76 férőhelyes teltházzal működő nyíregyházi bölcsődébe a polgármester ajándékot is vitt a kicsiknek, majd a felújításokról szóló tájékoztatón azt mondta, 2013 óta folyamatosan segítik az önkormányzathoz tartozó oktatásnevelési intézményeket, ráadásul saját erőből. Ez egy folyamat, az itt az Őzike bölcsődében is érezhető, hiszen itt ez a harmadik nagyobb felújítás volt, és a három felújítás együtt közel 50 millió forintot jelent. Korábban volt a villanyáram gépészet, volt a vezetékrendszer cseréje, most pedig a padló, a falburkolat, nyilázáró csere valósult meg. A polgármester hozzátette, az önkormányzat további három közép és két általános iskola komplex felújítására is pályázott. A támogató döntés alapján akár jövő nyáron elkezdődhetnek a beruházások.